Így néz ki a nyíregyházi Kállai Kúria felújított utcafrontja, az emeletes, lapos tetős épületen azonban még dolgoznak a szakemberek. Az 1959-ben épült, korábban a hat kiegészítő parancsnokság által használt épület a Modern Városok program keretében újul meg, közel 400 millió forintból. A munkálatok most jó ütemben zajlanak, a beruházás kezdete azonban nem volt zökkenőmentes. 8 évvel ezelőtt kezdődött a projekt. Akkor, amikor én megláttam, hogy a Kállai gyűjtemény, ami most 1200 négyzetméteren lesz, 120 négyzetméter egymásra összedobálva már több mint 10 éve méltatlan körülmények között volt, és akkor találtuk ki azt, hogy hát ennek a legjobb helye itt lenne. Igen ám, de ez az ingatlan három minisztérium kezelésében állami tulajdonban volt. A Honvédelmi Minisztériumnak volt itt része, az EMMI-nek, illetve az egykori Fejlesztési Minisztériumnak. Három minisztériumnak kellett párhuzamosan tárgyalni, és sikerült megoldanunk 3-4 év alatt azt, amit korábban 15 évig nem tudtak elérni, hogy legyen ez a város tulajdona. Ezután kezdődhetett el a felújítás látványos része. Most még üres falak és vitrinek vannak a főépületben, és néhány szekrényről a front is hiányzik. Hamarosan azonban a Kállai gyűjteményt csodálhatják meg itt a látogatók. Ez az épületrész most még leginkább egy bunkerhoz hasonlít, a felújítás után viszont itt kap majd helyet egy modern, 21. századi interaktív, egyedi város történeti kiállítás. 250 négyzetméteren mutatják majd be Nyíregyháza város történetét, teljesen az elejétől kezdve, de leginkább az 1753 és 1990 közötti időszakra. A tárgyakon keresztül elsősorban, ugye mert a múzeum tárgyasult múltat őriz, de úgy, hogy közben azt hiszem, hogy Kelet-Magyarország egyik legmodernebb digitális technikai felszereltségű kiállítótere lesz ez olyan eszközökkel is, amelyek prototípusai egy ilyen távlati lehetőségnek a digitális technika, a múzeum, a tanítás és a tanulás eszköztárában. Fel vagyunk arra készülve, hogy a mai megváltozott korban, ugye a digitális korban, a digitális kor gyermekei a digitális technikán keresztül tanulhatnak a legkönnyebben. A Kállai Kúria teljes körű felújításának összértéke 1 milliárd forint. A tervek szerint a beruházás nyárra befejeződik, és június 27-én a múzeumok éjszakáján megnyitja kapuit a látogatók előtt is. A polgármester hozzátette, ezzel és a korábbi helyőrségi művelődési otthon Szimbáddá alakításával a mai kornak megfelelő kulturális negyeddel bővül Nyíregyháza belvárosa.